A megyei integrált fejlesztési stratégiának megfelelően a területi operatív programba mintegy 3,2 milliárd forintos fejlesztési lehetőséghez jutott Hajdú-Bihar megye. Konkrétan itt a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztéséről van szó. Ezeknek a projekteknek a megpályáztatása, illetve a pályázatoknak ma az elnyerése és a korábbi időszakban a 2016 év végére megtörtént. A Magyar Közút ZRT-nek a beruházásában fognak ezek a beruházások megvalósulni. Megállapodás történtek Hajdú-Bihar megyében területileg, hogy ezek az útszakaszok, amelyek felújításra kerülnek az elkövetkezendő időszakban. Mi különösen örülünk annak, hogy igazándiból Hajdú-Bihar megyében azt mondhatjuk, hogy sikeresek voltak ezek a pályázatok, és nem csak a területi operatív programból, hanem egyéb más uniós forrásokból is sok fejlesztéshez juthatunk itt Hajdú-Bihar megyébe. Különösen meg kívánom említeni azt a közel 1 milliárd forintot, amelyet hazai forrásból tudtak előzetesen, még a Tasó László államtitkár segítségével tudtunk ehhez a forráshoz hozzájutni, amely szintén az alsóbbrendű főutaknak a felújítására fogunk az elkövetkezendőben használni. A TOP, aminek a térképét itt lehet látni, ennek egy főgerince a 3323. Ennek márciusban átadtuk az első szakaszának a munkaterületét, azért nem tudtuk átadni a másik szakaszt, ugyanis területi problémánk van, magánterületen megy végig, illetve az árkot, ahol ki kell alakítani, ezért kisajátítást kell végrehajtanunk. Ez a technikai ok az, ami miatt ez tolódik. Mindenképpen ebbe az évbe be fogjuk fejezni, tehát egészen az M35-ig fog érni ez a felújítás, és mindent el fogok annak érdekében követni, hogy még az őszbe sem menjen bele, tehát télies időjárás között ne legyen kivitelezés. Zajlik a 47-es számú főúton.